Márkó, 60 percet voltál a pályán a Debreceni 1-1-es mérkőzésen. Hogyan értékeled a találkozót? Mint csapat jobban játszottunk, mint az elmúlt 2 hétben, de én szerintem volt jobb meccsem is, volt egy helyzet, amit be kellett volna rúgni, nem sikerült. Szerinted mi hiányzott ahhoz, hogy megszerezzük nem csak az egyik, hanem mind a három bajnoki pontot? Jobban kellett volna koncentrálni a helyzetekre, és meg kellett volna becsülni, amik voltak a helyzeteket. Mintha mindig valami hiányzott volna elől, ami plusz, ami hozzáadott volna nektek is esetleg valamit ahhoz, hogy hamarabb és ne csak 11-esből találtok a kapuba, igaz? Igen, hát voltak lehetőségek 11-es előtt is, de ahogy mondtam, nem volt meg a megfelelő koncentráció. Akkor további sok sikert a Kaposvár ellen következő fordulóra. Köszönöm szépen.